Nem lesz többé Zsákfalu Grábóc, ugyanis elkészült a községet Szálkával összekötő út. A beruházással az itt élők régi álmát váltotta valóra a településvezetés. A munkálatok már tavaly elkezdődtek. A fejlesztés közel 220 millió forint pályázati forrásból valósult meg. Ehhez szükség volt 12 millió forint önerőre is, amit az önkormányzat egymaga nem tudott volna kigazdálkodni, így a helyi vállalkozók nyújtottak segítséget. Ez nekünk nagyon nagy segítség, az 100%. Nem csak nekem, itt a környéki településeknek is megszűnt a Zsák utca település, ugye? Itt az ingatlanoknak, amióta megtudták, hogy ez az út el fog készülni, azóta háromszoros áruk van. Annyira lehet most itt csak sima kopasztelket venni, mint annó abban az időben egy ingatlant. Úgyhogy csak ennyit már erre az egész. A forgalom megnőtt. Hát van, akinek nem tetszik, ugye, mert hogy miért lett a betonút, hát könyörgöm, jött volna egyszer el akkor, amikor ilyen nagy sár van, és akkor megmondta volna utána, hogy tényleg kell a köves út, vagy nem kell a betonos út. Én meg voltam ijedve akkor, amikor ugye ez az építő cucc elkezdett az építési anyag fölfele rohamosan menni, hogy nem fogunk tudni ebből kigazdálkodni. Azért volt az, hogy megköszöntem sok vállalkozónak, mert az önerőben sokan segítettek. Különben mi nem is tudtuk volna elkezdeni, honnan vesz elő egy ilyen kis település 13 millió forintot. Sehonnan, nem is lett volna rá lehetőségünk. És akkor így azért a vállalkozók, meg itt a körbe ugye a Gemend ZRT, ők is azért használják, és akkor így mi összedobtuk, megmondom őszintén, össze lett dobva. A polgármester hozzátette, reméli, hogy az új útszakasszal sokkal több fiatal család választja majd a települést, és várhatóan a turizmus is fellendül. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolnavár megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Ő hozzátette, hogy számos előnye van a bekötő útnak. Egyrészt összeköti a két települést, és innentől kezdve Grábóc már nem egy zsák település. Nyugodtan mondhatom azt, hogy ez egy több évtizedes tervük volt az itt élő embereknek, illetve egy kívánságuk. Lehet, hogy már 50-60 éve is a napirenden szerepel szinte mindig. Másrészt pedig a csapadékvízelvezetésben ez a vápás jellegű út sokat segíthet, és hát látjuk azt, hogy az idei nyáron ez egy fontos kérdés, lehet, hogy még a mai napon is tud vizsgázni ez a vápás út, hogy hogyan vezeti el a hirtelen nagy mennyiségű esővizet. Úgyhogy én ennek ilyen szempontból is örülök, és hát ha két település ezt kérte, és ez teljesülhetett, akkor nekem képviselőként nincs más dolgom, mint az elképzeléseket támogatni, illetve együtt örülni az itt élő embereknek kell. Grábócon eddig több mint 130 millió forintból valósultak meg fejlesztések a Magyar Falu programnak köszönhetően.